A Vörös Marti Társaság, Székesfehérvár önkormányzata, a Vörös Marti Mihály Könyvtár, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Fehérvár megyei tagozata és a Magyar Írószövetség Közép-Dunántúli csoportjával karöltve Jankovics Ferenc munkásságát idézték meg a Városháza dísztermében. Az 1907-ben Székesfehérváron született költőre, íróra, műfordítóra emlékezve Lernár Zsolt alpolgármester köszönetet mondott a szervezőknek és megerősítette, hogy házigazdaként örömmel csatlakozott a város önkormányzata is az emlékesthez. Nem csak városunk született elő, hanem irodalmárként, sőt az irodalmi élet szervezőjeként is fontos szerepet vállal a Székesfehérváron. Alapítója volt a Vörös Marti Irodalmi és Művészeti Társaságnak, és szerkesztője a Vágy folyóiratnak. Szerencsére mindkettő mai napig működik, és szolgálja nem csak a tagok, hanem a város és a régió egész közösségének épülését. Az emlékülésén elsőként lánya Jankovics Krisztina mesélt édesapjáról, illetve a két lány testvérével közösen megélt emlékeikről. Amióta megtudtam, hogy lesz ez az emlékülés, állandóan ez jár a fejemben. Édesapámra gondolok nagyon sokat. Én abban a lakásban lakom, ahol a szüleim mellett felnőttem, úgyhogy minden, szinte minden tárgy, minden bútordarab emlékeztet rá. Milyen gondolataim vannak? Én fogok itt beszélni az emlékeimről édesapámmal kapcsolatban. Azok foglalkoztatnak elsősorban, és hát a szülőváros, ahova olyan boldogan jött rendszeresen, és engem is hozott sokszor. Sebők Melinda irodalomtörténész, a Vörös Marti Társaság elnöke, Mester és Tanítvány címmel a szintén székesfehérvári kötődésű György Oszkárhoz fűződő irodalmi és emberi egymásra hatásokról tartott előadásából megtudhattuk, hogy a költőíró műfordító életművét a versek mellett prózai alkotásainak gazdag sora, társadalmi és történelmi regények, háborús napló, memoár, népszerű irodalomtörténet és műfordításai teszik teljessé. A Kossuth díjas költőíró műfordító Jankovics Ferenc kiszorult a magyar irodalmi kánonból, éppen ezért a Vörös Marti Társaság, a Vörös Marti Könyvtár és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság helyi tagozata fontosnak érezte, hogy egy kisebb konferencia keretében megemlékezzünk az életművéről. Az esten Bakony István József Attila díjas irodalomtörténész előadásában megerősítette, hogy a Jankovics Ferenc életmű kivételesen fontos a jelen irodalmi kultúrájában is, míg Váci Márk történész a költő nagyívű munkásságának ezúttal azt a részét ismertette meg hallgatóságával, amelyel nem közvetlenül Jankovics Ferenc költészetét, sokkal inkább a városhoz kötődése apropóján a múlttal foglalkozó gondolatait tárta elénk.